A műsor támogatója a Privát Üzletlánc. A műsor támogatója a Rossmann. A műsor támogatója a Fischer Magyarország Kft. A műsor támogatója a Eurolizing. A életegészség támogatója a Provident Hungary Kft. Gergely vagyok, ez pedig itt az Állam Otthon. Mai adásunkban találkozhatunk pénzügyi szakértőnkkel, biztosítási mentorunkkal, pályázati tanácsadónkkal, és folytatjuk a kockacsalád felújításának történetét. Jöjjenek velem! A rovat támogatója a Budapest Busz. Szia, Marci! Szia, Szilárd! Mindjárt jövök, csak lerakom a panipát, jó? Oké, várlak! Köszi! Hát elsőként akkor megmutatnám neked az irodámat. Megmutatod belülről is? Mindenképp, mindent ki fogunk próbálni, viszont elfelejtettem valamit, úgyhogy ezt most sajnos pótolnom kell. Wow, irodai öltözet? Nagyon jól látod. Menjünk, kérlek. Nézzük. Marci, gyerekkori álmom teljesül azzal, hogy most itt lehetek egy buszvezető fülkében. Mik itt a legérdekesebb dolgok? Nagyon sok érdekes dolog van, viszont azon, hogy a busz most alszik, viszont ahhoz, hogy bármit tudjak neked mutatni, áram alá helyezzük a buszt. Most hallottad, hogy elkezdett zúgni, búgni, mert ugye hát egy buszban rengeteg elektromos berendezés van, úgyhogy most szépen magához tért a rendszer. Na most a kedvenc dolgom az ez. Ez mi? Ez 21. század. Tehát, hogy eddig az arcomba sütött a nap, a mi vezetés közben nem annyira erényes, és ezt én bármikor akár így centinként tudom állítani, hogy ne esüssön. És hát az örök sláger az ajtónyitó gombok? Igen, igen, tehát pont ez az a dolog, ami hát így első ránézésre az elmúlt, nem tudom, 30-40-50 évben nem változott, tehát vannak gombok, amik világítanak bizonyos esetekben, és meg lehet őket nyomni, és akkor történik valami. Tehát ez speciál pont nem változott az elmúlt évtizedekben. Sokan vannak, Marci, akiknek valóra válnak az álmai, de aztán csalódás. Neked is valóra vált az álmod. Mit jelent számodra a buszvezetés? Kanyarodjunk még picit vissza oda, hogy egy álom az egyáltalán hogy válik valóra. Én nem tudatosan akartam ezt valóra váltani, ugye azt említettem, hogy nekem ez gyerekkoromban tetszett, és aztán eltelt 20 év. Már felnőttként fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy én nem csak egy sima munkahelyet szeretnék, én nem csak dolgozni akarok, én egy olyan tevékenységet szeretnék csinálni, ami társadalmilag hasznos. Említetted, hogy többről szól ez, mint csak a vezetésről. Miért? Hát itt embereket viszünk A-ból B-be, és ezeknek az embereknek általában céljuk is van. Tehát ők nem csak buszozni szeretnek, hanem gondolj bele, hogy van egy 17 éves srác, akit te viszel el az első randiára. Vagy te viszed el a nagymamát a piacra, hogy megvegye a finom friss répát a vasárnapi húsleveshez, vagy csak simán elviszed bérszámfejtő Gézát a munkahelyre. De számomra ezek fontos dolgok. Én örülök, hogyha hozzájárulhatok mások életéhez, úgymond, vagy csak akár a napi rutinjukhoz, hogy elviszem őket az iskolába, a kórházba, bárhova. Köszönöm szépen, Marci, és további sok sikert kívánok neked. Remélem, találkozunk majd egyszer az első ajtónál. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Szia, Csaba! Szia, Szilárd! Örülök, hogy én is. Lenyűgöző a volumen, a nagyság, a környezet.
Viszont nagyon szép családod van, Máté igazi csibész, ahogy egy fiúra illik. Köszönöm szépen. Nagyon tetszik nekem, hogy az életedben jelen van a sport, a mozgás, a munka, a magánélet, és hogy ezt harmóniába tudod hozni. Hogy csinálod? Nem egy könnyű dolog. Igazából 23 évig kosárlabdáztam, ami a mindennapi életemet képezte. Sajnos a kosárlabdában nem sikerült elérnem azt a pályafutást, amit kisgyermekként megálmodtam, de már tudatosan készültem erre a pályafutásom végén, hogy a civil életben is helyt tudjak állni. Ebbe igazából óriási szerepe van a feleségemnek, mert amióta őt ismerem, azóta tudom igazából, hogy milyen pályán is kell mozognom, és hogyan tudom ezt a harmóniát megteremteni otthon az otthoni környezetben. Profi kosárlabda karrier után edzősködtél, de még valami hiányzott, hogy ez a munka rád talált, vagy te találtál a munkára? Igazából közösen találtunk egymásra. 2017. októberében találtam egy közösségi oldalon a hirdetést, amire jelentkeztem. A gyors első és második körös interjú után már novemberben sikerült felvételt nyernem a céghez. Igazából úgy nézett ki a napom, hogy én akkor még aktívan kosárlabdáztam, valamint akkor már belekezdtem az edzői pályafutásomba is, ami mind-mind délutáni elfoglaltság volt, délutáni és esti. Viszont nem szeretek otthon ülni, úgyhogy délelőtre kerestem magamnak valami elfoglaltságot, az akkori munkám megszűnt, úgyhogy a hirdetés által találtam meg a számomra megfelelő munkát. Hol kezdtél 2017-ben, és most hol tartasz? Ennek van egy éve. Nagyon szerencsésnek tartom magam, áru összekészítőként tesztem a pályafutásomat, és 5 év alatt sikerült eljutnom műszakvezető pozícióba. Közben végigjártam a ranglétrákat, és azáltal nagyon sok folyamatot tudok kontrollálni, valamint segíteni a munkatársaimnak, hogyha egyéb kérdések felmerülnek a munkavégzés folyamán. Csaba, mit üzennél azoknak az álláskeresőknek, akik logisztikában képzelik el a jövőjüket? Mire figyeljenek? Én azt üzenném nekik, hogy mindenféleképpen, hogyha van ilyen ambíciójuk, akkor vágjanak bele egész nyugodtan, mert a fejlődési lehetőség az adott. Amit a saját tapasztalatomból tudok mondani, nekem nagyon segített a 23 év kosárlabda, a sportolói múlt, a csapatban való gondolkozás. A munkahelyi légkör megteremtésében rengeteget segítettek a feletteseim, nagyon jó instrukciókat adtak, bármilyen kérdésem volt hozzájuk, mindig naprakészen tudtak válaszolni, ami az én személyi fejlődésemben is óriási szerepet játszott. Családapoként tudom, hogy nem egyszerű összehozni a mindennapokat, ugye a munka, magánélet és a gyermeknevelés, és neked ott a sport is az életedben, ugye pláne edzősködsz, sok gyerkőcért felelős vagy. És a nézőink is ugye ott vannak, hogy vagy már van család, vagy terveznek alapítani, közben a munka, ez egyre nehezebb most már, ugye. Hölgyek is dolgoznak, férfiak is, hogy hogyan lehet ezt jól összehozni az életbe, hogy működjön a mindennapokban. Szerencsére a logisztika az nálunk nagyon jól megy, nem csak a munkába gyakorlom a logisztikát, hanem otthon a magánéletbe is. Természetesen vannak nagyon nehéz napok, meg olyan dolgok, amiket nagyon nehéz összeegyeztetni, de a feleségem óriási segítség ebbe, aki rengeteg terhet levesz a vállamról. Ugyanúgy segítünk egymásnak, ugyanúgy közösek a céljaink, közös a gyereknevelés. Számos tanulmány azt mutatja, hogy a kötetlen, rugalmas munkaidő jóval kedvezőbb a munkaadó és a munkavállalók számára, ezért egyre több vállalat törekszik erre a megoldásra. De hogy hogyan is néz ki ez a valóságban, arról Csutha Viktória HR specialistával beszélgetek. Szia Viktória! Egyre többet hallani ezt a work-life balance kifejezést. Mit jelent ez pontosan? Tulajdonképpen a munka és a magánélet egyensúlyát jelenti, és bárki, aki munkavállaló, az ugye érintett ebben a kérdésben, és ez nagyon fontos, hiszen a munkánk mellett, hogy minőségi időt fordítsunk a családunkra, ez elengedhetetlen, és úgy gondolom tényleg mindenki számára nagyon fontos, úgyhogy ezt jelenti. Neked mik a konkrét tapasztalataid ezzel kapcsolatban? A legtöbb vállalat hál' Istennek törekszik arra, hogy a munka és magánélet egyensúlyára figyelmet fordítson. Én azt tapasztalom, hogy akár egy 4 havi munkaidőkeret, vagy egy munka lehetőség abszolút ezt adja a munkavállalóknak, és ez nyilván a vállalat szempontjából is nagyon hasznos döntés tud lenni. Általában milyen területen hatható-e munkavégzés? Számos területen alkalmazható a távmunka lehetőség is, ami, ahogy mondtam, még közelebb tudja hozni a munkát és a magánéletet egymáshoz, és amellett, hogy megspórolhatjuk az utazási időt, még egyéb előnyökkel is jár, mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók szempontjából. És nyilván, hogyha otthon vagyunk, akkor tud ez egy picit
picit nehezen is kijönni. Mindenkinek egyénileg kell kitapasztalnia, hogy mi komfortos számára, és hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretne bejönni, akkor erre is van lehetősége, hogyha pedig valaki otthon érzi komfortosan magát, akkor ezt is megteheti, és csupán akkor szükséges az irodában töltenie az idejét, amikor erre valóban igény van, vagy olyan papírmunkákkal kell dolgoznia. Kereskedelmi vállalatként úgy gondolom, hogy nem csak az irodai környezetet kell vizsgálnunk, hanem minden kereskedelmi vállalatnak a raktározását, az üzlethálózatát és aztán a központi területét kell vizsgálni, és úgy gondolom, hogy mind a három területen van lehetősége a kereskedelmi vállalatoknak is a távmunkát beépíteni a mindennapokba, és a mindennapok részévé tenni. Hogy látod, ma mennyire lehet, kell foglalkozni az egészségmenedzsmenttel? Az egészségmenedzsment ugyanúgy elengedhetetlen távmunka esetén is, és ahogy beszéltük, hogy távmunka esetén is vannak irodai napok, amikor bent dolgoznak a munkavállalók, így nyilván az irodai környezetben is elérjük őket, de az otthon végzett munka során is elérhetőek olyan eszközök, amit tudnak biztosítani a vállalatok, amik az egészségmenedzsment részét képezik. Hogy látod, a szakemberek a céges változásokra kellőképpen tudnak reagálni? Úgy gondolom, hogy igen, hiszen a pandémia alatt a cégeknek meg kellett tanulniuk, és a cégekben dolgozó szakembereknek is, hogy nincs idő, és nincs túl sok idő arra, hogy egy-egy változást lereagáljanak, hiszen a környezetünk számtalan változás ért minket céges szinten az elmúlt időszakban. Úgyhogy például a távmunka lehetőség is ez volt a cégeknél, hiszen ahogy jött a pandémia, egyik pillanatról a másikra hazakényszerültek azok a dolgozók, akik ezt meg tudták tenni és meg lehetett valósítani. És ez egy nagyon jól gördülékenyen működő rendszerré vált, és nyilván rugalmasságot kívánt a munkavállalók részéről is, és ugyanúgy a cégek részéről is. És ha már munkavállalók, akkor természetesen a munkavállalók életében is jöhetnek olyan változások, amikre a cégnek szükséges reagálni. És szerintem például egy 4 havi munkaidőkeret, vagy egyéb céges intézkedések segíthetnek ebben. És azt gondolom, hogy ehhez elengedhetetlen a vezetővel való bizalmi légkör, az őszintesség és a nyílt kommunikáció cégen belül, ami hál' Istennek sok cégnek a vállalati kultúrájának a fontos eleme. Köszönöm, Viktória! A life-work balance, vagy a munka-magánélet egyensúlya különösen fontos a mai rohanó világban. Ahogy láthattuk, ezt már több cég évek óta megvalósítja, hogy a családosoknak legyen elég idejük foglalkozni a gyermekeikkel, és a fiataloknak pedig legyen elég idejük a kikapcsolódásra. A következő helyszínünk egy olyan erőmű lesz, amely jelenleg nem üzemel, de hamarosan újraindul. Speciális munkakörök lesznek itt elérhetőek, hogy pontosan milyenek is, a szakértőnktől megtudhatjuk. Tekintsünk bele az erőmű jelenlegi életébe! Mielőtt belemennénk a speciális szaktudást igénylő munkakörök témájába, kicsit tekintsük már át az erőmű múltját, jelenét, jövőjét. Igen, hát ez az erőmű egy nagyon meghatározó energiatermelő létesítmény volt a környékben. Nyilván a szénbányászat volt az alapja, de miután a széntermelés megszűnt, egy tüzelanyagbázis váltás volt. Biomasszára állt át részben, és ugye így használt még szenet. Ez elavult technológia, és sajnos nem tudták megújítani. Így 2015-ben leállt az erőmű. És egy 7 éves ciklus volt, ami sajnos azt jelentette, hogy az erőmű nem volt termelőképes, így a munkavállalóit elvesztette. Célszerű újraindítani az erőműnek néhány egységét, és a kazánoknak, a turbináknak a megújításával el tudjuk érni ezt a célt. Mai technológia, modern gépek kerülnek az erőmű területére. Ezek speciális szaktudású személyeket igényelnek, amely, ha jól gondolom, akár egy következő 20 éves távlatra egy életpálya modell is lehet ezeknek az embereknek. Az erőművekben jellemző, hogy dinasztiák dolgoznak, a kazánok nagyon nagy felújításon esnek át, a turbinák megújulnak, modernizálódni fognak, de lesznek teljesen új részek, amik teljesen megújulnak, ilyen például a vízelőkészítőmű, vagy a tüzelőanyagfeladó rendszer. Nyilván avval, hogy megújulnak a turbinák, megújulnak a kazánok, azoknak a működtetés is ne kell újítani, az irányítás technika, a villamos hálózat szintén megújul. Attila, a közintézmények és a lakosság mit fog ebből érzékelni? Ha azt nézzük, hogy milyen erőmű, milyen típusú tüzelőanyaggal állítja elő a hőt, akkor nyilván az meghatározza az árát, vagy meghatározhatja a költségeit. Törekedni kell arra, hogy a lehető legolcsóbb, legkisebb költségből tudjuk a társadalmilag fontos intézményeknek az ellátását megoldani.
Az erőműveknek nagyon fontos, hogy minél hatékonyabban és minél olcsóbb tüzelőanyagból termelhessenek energiát. Nyilván abból az aspektumból is fontos, hogy Magyarországnak vannak Európai Uniós vállalásai, hogy növeli a megújuló energiából történő termelést. Így az erőművek folyamatosan fejlődnek és próbálnak például biomasszát tüzelni. Speciális kazánok, speciális berendezések, termelőtségek lesznek. Milyen alap végzettséget igényel, ha valakit szeretne dolgozni, például én? De nem vagyok kazánmérnök. Megszerezhetők? Igen, megszerezhetők. Szakmunkásoktól a mérnökig minden terület jelen van, és ezen belül is a villamos és irányítás technikai résztektől a műszaki karbantartó résztegig minden terület várja a kollégákat. Valójában egy szakmunkás is nagyon jó hivatást találhat egy erőműben. Nagyon szeretjük a jó villanyszerelőket, jó lakatosokat, hegesztőket, de nélkülözhetetlenek a mérnökök is. Fiatal, jó előkészítő mérnökök, vagy nagyon tudású, komolyabb szakmai múlttal rendelkező mérnököket is szívesen lát egy ilyen telephely. Köszönöm Attila a hasznos és hiányfoltó információkat. Ennyi volt mára az Állomotthon, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az adás visszanézhető a Super TV 2-n, és kövessék figyelemmel a közösségi média csatornáinkat is, hogy plusz tartalmakkal találkozzanak. A további viszontlátásra, tartsanak velünk legközelebb is!